Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Autorum YouTube csatornáján, az én nevem Zsolt. Hát hogy repül az idő, immár az ötödik generációs Nissan Micrába ülök, és mennyi változtatás eszközölt a Nissan ezen a típuson. Tényleg sokkal agresszívabb lett a formaterv, előről, hátulról is nagyon jól néz ki. Jóval hosszabb lett, mint az előd modell, illetve most már a franciaországi Flemben gyártják, ahol a 4-es Clio-t korábban. És ebből a Micrából egyre többet láthatunk az utakon, főleg azért, mert a KFC és budapestiesen mondva, tehát KFC is futárok, és ezt használják, nem véletlenül, és ez a modell az N-Sport felszereltséget tartalmazza, ami sokkal markánsabb megjelenést okoz az utakon. A Nissan Micra 2019-es vérfrissítést kapó 5. generációja, tehát már 3999 mm hosszú, vagyis 17,4 cm-rel megnyújtották a korábbi modellhez képest, ami azért jelentős előrelépést jelent, főleg ebben a kategóriában. Külsőleg körülnézve az autót, az első, ami a legérdekesebb én szerintem, hogy az első embléma az 3D-s nyomtatással készült, örület, hogy már mennyi helyen használják egyébként ezt az eljárást. Egyébként jó agresszív az eleje, a harapós, hogyha valaki az előttünk lévő autóban belenéz a visszapillantó tükörbe, akkor még majdhogy nem meg is tud ijedni a Nissan Micrától. Tényleg szerintem ez az N-Sport kivitel, ez különleges és nagyon érdekessé teszi ezt a Nissan Micrát. Mivel már ledes fényszórók is tartoznak ehhez a felszereltséghez, összetudtam hasonlítani, hogy más modelleknek a fényszórójához képest mennyire világít jól az a Nissan Micra. Én azt mondom, hogy valahogy a japán vonal erősebb, tehát a Suzuki, illetve a Nissan is tényleg kiváló ledes fényszórókat szerel, nyilván a ledes menetfény mellé. A Renault-nál volt egy picit gyengébb a történet, illetve egy-két más márkánál, de itt tök jó a dolog, és hát jóval jobban világít ez, mint a xenonos megoldások. Nekem nagyon tetszik a hátulja is az autónak, tényleg onnan is látszik, hogy ez már egy sportosabb kivitel, viszont pont ezért talán elvártam volna, hogy ne egy rejtett kipufogó legyen az autón, hanem valami hát jobb megjelenésű, akár méretesebb, akár dupla kipufogós rendszer. Persze hát egy 1 literes turbobenzines motorhoz ilyen kivitelezést alkalmazni, az lehet, hogy egy kicsit megmosolyogtató lett volna. Mert hogy ebben a Nissan Micrában, az N-Sport kivitelben 1 literes turbobenzines erőforrás méghozzá 100 lóerős teljesítménnyel és 160 Nm-es forgató nyomatékkal, az erősebbik változat 117 lóerőt és 180 Nm-es forgató nyomatékot tud. Ami azt jelenti, hogy városi közlekedésre abszolút alkalmas ez az autó, dinamikus, kellemesen lehet elindulni a zöld lámpáknál, és ehhez tartozik még egy 5 fokozatú manuális váltó is, aminek a kapcsolhatóság egész jó, a kuplung az nem a legpuhább a piacon, de én szerintem nem egy fárasztó dolog állandóan váltogatni. Ha valaki viszont úgy gondolja, hogy a városi közlekedés csak és kizárólag automata váltóval oldható meg, az már nyugodtan egy CVT fokozatmentes automatát is kérhet a Nissan Micrához. A felár persze, hogy mennyire éri meg, az mindenkire rá van bízva, az biztos, hogy itt is a kényelemért fizetni kell. Na szóval, ha beülünk ebbe az autóba, akkor érezhetjük, hogy az N-Sportnak az anyaghasználata sokkal minőségibb, mint az alapverziói. Azért ettől függetlenül ez olyan kopogós ez a műanyag, ahol a könyökünket pihentetjük, hogy rossz oda tenni a kezünket. Tényleg nyilván nem fog mindenki ezzel kezdeni egy autóba beülést, hogy kopogtatja a műanyagot, de ez kritikán aluli. A műszerfal tetején viszont szerintem sokkal puhábbak ezek az elemek, és itt van még ezen kívül ez a hasított bőr is, ami egyrésztől nyilván tök jó, egyrésztől szerethető, hogy itt van, és növeli egy kicsit a minőség érzetet, de hogy a műanyaggal nem illik össze, az egészen biztos. Valahogy ezt a dizájnerek, nem tudom, hogy hogyan alkották meg, próbáltak valamit kihozni a jó kis kopogós műanyagból. Az ülésnek a tartása szerintem kényelmes, viszont hiába félek én itt elől egész jól, és az ülés magasságot előre, hátra, fölfele, lefele, mindenhova tudom állítani, azért mögöttem már így 185 cm magasság mögött alig ha fognak kényelmesen több száz kilométert elücsörögni az emberek. Tényleg oda már csak maximum egy kisgyerek, vagy olyanok férnek, akik nagyon vállalkozó szelleműek. A 300 literes csomagtér is maximum egy-két kisbőrönnek az elnyerésére képes, de inkább bevásárlásra szatyrokat oda tudunk pakolni. De hogyha lehajtjuk a hátsó üléseket, amit nem tudunk színbe helyezni, akkor 1004 literre növelhető az űrtartalom, ez már azért nyilván nagyobb pakolhatóságot jelent az autónak. Minden extrával fel lett szerelve a Nissan Micra, amire a mindennapokban szükségünk lehet. Ez azt jelenti, hogy tolatókamera, tolatóradar, tempomat, ülésfűtés, szóval azért a kényelmi szolgáltatások itt is megtalálhatók. Van USB csatlakozónk, van szivargyújtóra töltőnk és start-stop gombunk is, aminek a kikapcsolására itt bal oldalt találunk egy gombot. Itt van alul a tanksapkának, illetve a
csomagtartónak és a nyitó gombja. A központi kijelzőnk egy 7 hüvelykes panel, ami egyébként nagyon jó betekintés szögekkel, szép színekkel operál, mellette pedig, amellett, hogy érintés érzékeny, még gombokkal is vezérelhetjük. Android Auto, Apple CarPlay támogatással természetesen rendelkezik, és emellett pedig jól használható a menürendszere, majd elő egy külön videót is fogok készíteni az Autorum csatornára, hogy mit tud... Na, a Honda Civic 90-es évek végéből. Na, szóval, itt szerintem ez a rész ez tök dizájnos, és tényleg jól használható az a Nissan Connect névre keresztelt infotainment rendszer. Van még Tech csomag plusz is, amit lehet rendelni egy bő 300 000 forintért, akkor Bose hangrendszert kapunk a Nissan Micrához, és akkor már azért sokkal jobb zenei élményre számítottunk, főleg úgy, hogy a fejtámlá két oldalán is található akkor hangszóró, hát azért az elég különleges élményt tud nyújtani. A kormánynak a mérete az egy kicsit nagy, viszont jó a fogása és csapott D alakú az egésznek a kialakítása, ami sokkal kényelmesebbé teszi. Mögötte pedig ott van az analóg, illetve a digitális műszeregységünk, vagy analóg formában látjuk a sebességet, a fordulatszámot, a vízhőfokot, illetve természetesen az üzemanyag szintet is. És van még ott is egy másodlagos kijelzőnk, ami színes, azon is láthatunk pár fontos adatot, beállítások, sebesség, mennyit utaztunk, mennyi a fogyasztás, akár még a rádióállomásokat is váltogathatjuk. A futómű egész agresszív, itt ugye 10 mm-rel ültetett az N-Sportnál a futómű is maga az autó, éppen ezért az úthibákat sokkal jobban megérezzük és képes pattogni, de nem emelkedik el az úttól, tehát nagyon jó az úttartása. Ezek a 17 hüvelykes felnik pedig nyilván jól állnak egy ilyen autóhoz is, bár nekem hátul annyira ezek a peres gumik nem jönnek be, valahogy annyira rövid a hátulja a Nissan Micrának, hogy nem adja ki azt az összképet, amit szerintem a mérnökök szerettek volna. A fogyasztása az 1 literes turbobenzines erőforrásnak szerintem kritikán aluli. Eleve ott kezdődik a dolog, hogy 3 hengeres, de ezt már kezdjük megszokni, ugye a jellegzetes hang az azért megvan, amikor nagyobb fordulatszámon használjuk, de városban dinamikus közlekedéssel itt Budapesten meg lehet csípni a 9 litert is akár, főleg nagyobb dugóban, ami azért nem kevés, főleg egy olyan autónál, ami városi közlekedésre lett kihegyezve. Autópályán, országúton pedig sokkal kedvezőbben eszik az autó, olyan 6-7 literből bőven elautózhatunk akár a Balatonra vagy máshova is, autópályán, országúton egyaránt, viszont nagy a szélzaj, eléggé hangos az autó belülről, tehát 130-nál már a mellettünk ülővel sem tudunk könnyedén kommunikálni, a hátul ülőköz pedig majdhogy nem kiabálni kell, a szigetelés az azért nem az igazi. A Nissan Micrának ráadásul az ára sem kevés, azért a 3,8 milliós alapár még azért nem olyan rossz a kategóriájában, de az N-Sportnak az 5,5 milliós ára már annyira azért nem kedvező, ennyiért mert bőven lehet magasabb kategóriájú és nagyobb autókat is vásárolni, majdhogy nem már az SUV szegmensbe is bele tudunk kóstolni, hogyha szeretnénk. Nyilván nem érdemes összehasonlítani egy legmagasabban felszerelt mini autót egy alacsony felszereltségű SUV-vel, viszont mégis azért mutatja a határokat a két-három kategória között. A Nissan Micra 5. generációja tehát egy tényleg szerethető autó, városban jól használható, agresszív megjelenéssel rendelkező, remek ledes fényszórókat felvonultató gépjármű, ami elől kényelmes, hátul nem annyira, illetve a csomagtartó is elég nagy limitációkat rejt magában. Jó a fedezeti rendszer, tök jó, hogy már rendelhető automata váltóval, persze ennek azért a relevanciáját én megkérdőjelezem. A fogyasztása, illetve az eleje ennek az 1 literes turbobenzines erőforrásnak továbbra sem a szívem csücske, tényleg csak itt városon belül használható normálisan, 90-100 fölött már nem sok erőtartalékot biztosít a vezetőnek, szóval nem tudom merre megy az autóipar, de valahogy nekem ez az irány nem tetszik, persze ettől függetlenül a környezetünket védeni kell. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, plusz kövessetek engem Facebookon, Instagramon is, lesz még Qashqai, lesz még Leaf, és lesz még fedezeti rendszer bemutató is. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!